Azt a mindenit! Mik ezek? Srácok, mik ezek a lények? Úristen! Most nem ennyien vannak ráadásul. Szegény falusiakat bántják? Ne. Jó, itt az első, próbálj meg megölni valahogy. Szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te! És most, ha jelentkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor! Csatlakozz most! Az is különöm. Srácok, őszinte leszek, ezt ne kérdezzétek, hogy micsoda. Nem tudom, de az egész falu lángokban ég, és nem értem, hogy mi és mi csinálja ezeket, szóval ez elég furcsán néz ki. Mi itt vagyunk igazából, hogy elnézve egy várban, és nem tudom, hogy igazából most itt mi lesz, mi fog történni. Minden esetre, srácok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én XPX, és elkezdtük egy újabb brutális videóhoz, amelyben ma nem más fogunk csinálni, hogy mint az, az előbb is mondtam, megnézzük, hogy mi történt itt, mert hát, srácok, ti tudjátok, én őszintén nem tudom. Szóval, ja, srácok, ha titeket is érdekel, akkor már most csapastok egy lájkot, itt iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni. Szóval akkor igazából, hogy látjátok, itt vagyunk egy várban, ott van Vendel, már kicsit elkóricál, de attól függetlenül itt van. Szia, Vendel! Na, köszönjük már nézőknek, nézzél már ide, ne legyen szégyenlős. Na, hello. Benne te szerinted tudod, hogy mi történt ebben a városban? Nem tudom, én nem hiszem. Mi viszont itt vagyunk valami várban, ami elég biztonságosnak tűnik, szóval, ja. Na, én a mondó vagyok, hogy nézzünk akkor körül, hogy találunk esetleg valamit, vagy nem tudom, esetleg itt valahol, nem tudom. Minden esetre, srácok, engem nagyon-nagyon érdekel, hogy itt miket fogunk találni. Ó, itt van valami kis hely, és itt egy láda. Ohohoho! Srácok, itt már azért alapból van pár elég érdekes cucc, itt egy könyv, hát akkor én ide le is ülök az ülőre, és olvassuk el, hogy igazából akkor mi van ebbe a könyvbe írva, engem elég érdekel. Kedves XP, ez egy biztonságos vár, hát igen, eléggé biztonságosnak tűnik. Viszont a vár alatt lévő falut megtámadták egy brutálisan hihetetlen erős lávaszörnyek. Lávaszörnyek? Várjatok, srácok, lávaszörnyek, komolyan? Várjatok. Hol vannak a lávaszörnyek? Vártok, az ott az lenne? Mint hogyha, nem tudom, hogy beleolvad egy kicsit a környezetben, úgyhogy az lenne. Mindegy, olvassuk tovább, szóval a lávaszörnyek. Meg kell mentened a falusiakat és a falut. Szerezz egy brutálisan erős felszerelést, itt van elrejtve a várba. És szerezz egy hűséges segédállatot, sok sikert. Hát, oké. Ez durva, srácok, szóval ezt a falut megtámadta ezek szerint egy láva szörny hadsereg, és ahogy látjátok, eléggé felgyújtotta igazából ezt a területet, ami eléggé rémisztően néz ki. Na, minden esetre ezt a falut ugye nekünk meg kell mentenünk. Na, a könyv végén azt írta, hogy szerezzek egy hűséges segédállatot. Hát de itt van nekünk Vendel. Mondjuk be kell vallanom, hogy Vendel nem igazán hűséges, igazából a saját feje után megy, és kimászol az ablakon, Vendel, erről beszéltem, szóval sose azt csinálja, amit én akarok. Na mindegy, keresünk egy hűséges segédállatot. Nem tudom. Itt egy leárat, mi az Isten? What? Ez mi? Azt a mindenit, ez tele van kutyákkal. Hát nem tudom, srácok, elég mérgesnek tűnnek, de egy darab kutyát válasszunk ki szerintem, aki a miénk legyen. Egy perc kimehetsz, te leszel a kutya, akit elviszek, te leszel az, mit szólsz? Te, na, szelidülj már meg, jól van, oké, meg is szelidült, legyen a neved. Ó, már ki is akar menni, gyere szépen akkor. Mi legyen a neve, srácok? Legyen a neve. Nem tudom, gyere ide, mindjárt hozzám fog, ó, itt is van, jó van. Legyen a neved. K. Így K, ahogy mondom. K betű és A. Jó, a neved K lesz, mit szólsz, kiskutya. Be is mutatlak akkor Vendelnek. Vendel, nézd, itt van K. Vendel, de ő szökni akar az a... Vendel, ez veszélyes, te mit csinálsz? Nehogy kiesse itt nekem, mindegy, itt van K, nézek, itt van K. Ő elég jól el van itt igazából. Viszont a könyv azt írta, hogy szerezzek felszerelést. Hát akkor amondom, hogy kezdjünk el kutakodni, hogy milyen fel... Ó, jó van, hogy milyen felszereléseket találhatunk. Itt egy láda. Instant. Ó, egy diamelvér, srácok, jó, ez nagyon jó kezdés, ez nagyon jó kezdés. Mindenesetre, srácok, már itt videó közben elmennem, hogyha eddig tetszik a videó,
illetve te is örült, ti is örültök, hogy megvan itt nekünk K, meg mit tudom én, akkor csapastok egy lájkot, hogy iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni. Viszont én akkor gondolom, hogy keressük tovább a set részeket. Új is van a, ez arany sisak, ez tök jó, hogy itt van amúgy. Mert lehet még cucc, nem tudom. De, nem tudom, mit akarsz amúgy itt, de örülök, hogy ilyen jól el vagy itt az ablakban. Mert lehet még set, srácok? Nem tudom, őszintén nem nagyon tudom. Esetleg valahol itt, nem tudom. Ó, sziasztok falusiak, nem akarok zavarni. Hol lehetnek még set részek? Én szintén nem nagyon tudom, tényleg. Esetleg itt valahol, nem tudom. Ó, itt van még egy. Jó, akkor már sok a csizma kell. Az viszont gőzöm sincs, hogy merre lehet, hogy kb. Hol, meg mikor. Ó, itt van még egy. Itt van, itt olyan jó, srácok, oké. Hát akkor, nem vettem fel. Srácok, igazából akkor már full felszerelésünk az megvan. Még közben szereztem egy kis kaját. És hát, eléggé félve mondom, de ide lassan megközelítünk ezt a falut, mert hogy elnézem, nem javul nagyon a helyzet, egyre inkább csak úgymond rombolódik leégve, illetve ég fel az egész, szóval lassan itt az ideje, hogy elinduljunk és megöljük ezeket a szörnyeket. Én eléggé izgulok, mert ki tudja, milyen szörnyek ezek és hogy miket tudnak, szóval ja, eléggé izgalmas lesz. Mindegy, itt tart velünk valahol, itt van K, az előbb már itt volt K. Ó, itt van, jó van, itt van, K, kap egy kis téket. Hát, Vendel, mivel te eléggé makacs vagy ezért, ha nem haragszol, akkor itt hagynálak az ablakban, majd visszajövök érted, ne félj. Itt tudja nézni úgyis az ablakból, hogy mi történik, hogy milyen lesz a támadás. Viszont akkor én elindulok szépen, és nézzük meg, hogy milyenek ezek a szörnyek. K jön, jó jön K, oké, gyere K. Eléggé ég a falu, meg kell hagyni. Óvatosan, akkor induljunk meg, és nézzük meg, hogy igazából milyen szörnyek vannak itt. Wow, mennyire fel van gyulladva ez a falu, hát ezt nem viszem el. Ha-hó, szörnyek, merre vagytok? Csak minden ég össze-vissza. Merre lehetnek a szörnyek, srácok? Egyelőre egyet se látok. Kövessük az égési nyomokat, srácok, és akkor igazából... Aja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 j
ég, úristen mennyi égés nyom. Ne! Ká! Ne! Ne 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 ne! Már az első kalandunkban meg fog halni! De ne menj bele a tűzbe, ká! Ká 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 ká! Hát igen, ká nem ér sokáig, srácok. Merre lehetnek a szörnyek? Úristen, a falusok mind halnak meg a tűzbe. Jó, menjünk tovább, és akkor keressük meg ezeket a szörnyek. Srácok, ezt nézzétek. Mi az Isten ez? Azt a mindenit. Mik ezek? Srácok, mik ezek a lények? Úristen! Úristen, mennyien vannak ráadásul. Szegény falusiakat bántják. Ne. Jó, itt az első, próbálják meg megölni valahogy. Azt a mindenit! Jó. Vissza valahogy. Oké, körbe kerüljük. Ketten vannak. Úristen, az egyik meghal szerencsére. Gyorsan. Oké, jó, megvan. Következő. Ott van még egy. Oké, nyugalom. Összehiszem, mozog az egerem. Várjatok, srácok. Itt van. Oké, ez is megvan. Úristen, hol vannak még? Meghaltak volna. Itt az utolsó. Várjatok, srácok, ki kell lőni a golyót. Jó, dodge. Ne. Oké, élettöltés, ez nem vicces. Jó, oké. Kettő is van, nem csak egy, most nézem. Oké, ne aggódjatok, srácok, jó lesz ez. Ott van, azt a mindenit. Jó, ott az utolsó. Ne aggódjatok, srácok. Nem figyel, nem lát minket, elbújtunk. Oké, azt a 700 mindenség, itt mi ez a hely? Többit már, hogy elnézem, nincsen szerencsére. Oké, csak az utolsó van. Gyere. Küzdjünk meg. Oké, vissza, elbújjuk, amíg kilövi a golyókat. Áj, megöltük. Jó, vissza, nincs már több, de még ott van még egy. Ne, srácok, egyre, mint hogyha szaporodnának, vagy nem tudom. Oké, bújjunk el. Jó. És vihetek, most gyorsan csak bezárja magát a tűzbe. Jó, meghalt. Nincs több, ugye? Nem látok többet, ti látok, srácok? Nem. Ennyi. Jó. Remélem mindjárt eloltódok. Jó. Hát, mi az Isten? What? Ez nem tudom mi. Mindegy. Úgy látszik, Wendell idejött. Nos, srácok, igazából, hogy látjátok, hát, ma nem mondhatjuk azt, hogy a falu békességben van, de majd a tüzet azt ők eloltják. Mindenesetre, srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni. Igazából köszönöm, hogy nézzétek ezt a videót. Legyen a cél 1000 lájk ellen a videó, és akkor lesz folytatás. Én XP lettem volna, következő videóban találkozunk. Lájk, sok csengő, sziasztok!
szeretnél VIP XPR lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te! És most, ha jelentkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor! Csatlakozz most! Az is külön van.